Évente 4-500 műhiba per indul Magyarországon. Ma egy egyéves kislány kezelő orvosainak pere kezdődött. Ő tüdőgyulladásban halt meg, a szülők szerint az orvosok hibájából. László Pál riportja. Márciusban lett volna 4 éves Aliz. Ezek a fotók maradtak róla, egy tüdőgyulladásba halt bele 1 évesen. Azóta küzdenek a szülők, hogy kimondassék, az orvosok hibáztak. Most kezdődött a pótmagánvádas eljárás első tárgyalása. A vádoknak padján ülő orvosok megtiltották, hogy megmutassuk őket. Még az ügyvédeik is eltakarták volna az arcukat, de ezt a jog nem engedi. Aliz orvosai ma először beszéltek arról, hogy hogyan látták ők a kicsi és a szülők kálváriáját. Hogyan látták az orvosok azt, amire az anyuka csak úgy emlékszik vissza, hogy el sem hitte, ami történik velük. A kislány teljesen egészségesen született. Egy kicsit váladékozott a szeme, amikor szülei hazavitték a kórházból. Ez 3 hónapig nem múlt el, sőt a füléből is többször váladék folyt. Emiatt orvostól orvosig vitték, aztán egyszer csak bent tartották, és azt mondták, hogy immunerősítő infúziót adnak neki. Aztán kapott még 2, majd rosszul lett. A szülők azt mondják, ettől a szertől lett vesebeteg a kislány. Az orvosok pedig azt, hogy ez lehetetlen. Az élelmiszer összefüggésen az infúzió beadása és a szövetlani kép kialakulása, van, ez orvosilag nem bizonyítható. De nem ebbe halt bele. Aliz arra vált, hogy új vesét kapjon, és közben sokat hányt. A halál előtt szinte állandóan meséli az anyukája a tárgyalás szünetében. Az ember épésszel belegondol, hogyha egy kisgyerek csak 2 napig hány, mert akkor is attól félnek, hogy ki fog száradni. Az én gyerekem 1 hétig hányt, és borzalmasan rosszak voltak a véreredményei. Tehát a főnővér mondta azt a saját kezelőorvosának, hogy doktor úr, ez a gyereknek, ha hazamegy, leáll otthon a szíve. És pontosan ez történt. Hazamentünk a kórházból egy keddi napon, és szerdán este meghalt a gyermekem otthon. Tüdőgyulladásban. Pedig a kezelőorvosa azt mondta, csak megfázott egy kicsit. Hogy valóban hibáztak-e ezek az orvosok, azt még nem tudni, hiszen ez volt ugye az első tárgyalási nap. Az azonban biztos, hogy Magyarországon évente 4-500 műhiba per indul. Nagyjából 2 milliárd forintot fizetnek ki évente kártérítésként, és eddig a legmagasabb összeg 130 millió forint volt. Ábrahám László ügyvéd szerint egy megnyert műhiba per azonban még nem jelenti azt, hogy a betegek pénzhez is jutnak. Oxigénhiányos agykárosodott gyermek születésével kapcsolatban 5 év pereskedés után a törvényszék megítélt egy nagyobb összeget, abból a biztosító kifizette az őt terhelő limit összeget, míg a fennmaradó elég nagy összeget az illető kórház nem tudta megfizetni. Nincs pénze. Az a legnehezebb, hogy a hozzátartozóknak is minden pillanatot újra kell élniük. Aliz szülei látszólag jól tartják magukat, de mindig van olyan pont, amikor ez lehetetlen. A következő tárgyalás pedig szeptemberben lesz. László Pál, Hír 24.